gondoljuk, hogy a Laci azt az új hullámú tudást, amit a német labdarúgásba begyűrőzött, azt megtapasztalta ott felnőtt szinten is Romániában, ugye két csapatnál is letette a névjegyét. Én nagyon remélem, hogy ami a születése alapján ugye a román futballból nevelkedett a Laci, tehát benne van az a keménység, szívóság, ami a román labdarúgásra volt jellemző. Ugye Magyarországra telepedett, tehát úgy döntött, ugye itt is válogatott volt, és egy kreatív futballista volt. Én remélem, hogy ez a román, magyar és német tudás, mentalitás mindenhol a jót szem előtt tartva fog egy ilyen vegyes mixet adni az ő éppen tevékenységéhez. Én nagyon örülök, hogy elfogadta a Laci a mi invitálásunkat és elvállalta a vezetőedzői posztot. Ugye a győri klubnak a felnőtt csapata egy kicsit ugye válságban van az elmúlt három év sikerei után. Ugye az elmúlt három évben mi bronzérmet, aranyérmet, ezüstérmet, szuperkupa győzelmet, magyar kupa második helyet értünk el. Ez a fél év nem úgy sikerült, ahogy gondoltuk. Lacinak lesz az a feladata, hogy ebben a rendelkezésre álló rövid két hétben itt megismerje, hogy ki az, akikre ő számítani akar, és tavasszal pedig gyúrjunk össze egy olyan csapatot, ami a következő bajnoki szezontól alkalmas arra, hogy felvegye a versenyt a többi csapattal a nemzetközi porondra való kiutásért. Tudom, hamarosabban meg kell újra tanulni a magyar nyelve, perfektül, mert nagyon fontos a kommunikáció a játékosaim. Más, mit tudom elmondani, itt leszek 24 órát per nap, ha kellett reggeltől este, kemen fogok dolgozni. Hát persze nem vagyok Messiával, már időtől, mióta is már minden rendben lesz, nem. Együtt a játékosaim fogok dolgozni, a sportdirektor pillantása, mert akkor biztos vagyunk benne, hogy összeállunk, akkor csak erről tudjuk lépni, mert ideig a csapat sajnos nem úgy szerepelt, amit várt a elnök úr, mindenki, a szurkolók is így jön be, mert én, mint a elnök úr mondta, itt futballoztam én is pár év, és tudom, mit várhatok, a szurkol, amit várnak. Más könnyen most megérni, mert az lesz, nem. Még egyszer, keményen fogok dolgozni, és utána előbb-utóbb biztos eredményes lesz a csapat.